Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket itt az egynapos zen végén. Mondjuk el közösen az Om Nam mantrát hétszer, amely az univerzum a maga tisztaságában. Om Nam. 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 Köszönöm szépen. Hallhattatok egy kiváló bevezetőt Anettől, amelyben hallhattatok a zen gyakorlás és a mindennapi templomi élet ügyes-bajos dolgairól, szépségeiről, csúnyaságairól, és nagyon rezonáltam azzal, hogy éppen ma, ahogy a bevezető volt, néztem így a Dharma termet, hogy hát tényleg mennyi minden gondoltam már erről a Dharma teremről. Volt ez már szép, volt már csúnya. Egyszer emlékszem, egy tanítvány azt mondta, hogy megyünk körbe olyan, mintha egy börtön lenne, és ilyen rácsok lennének az oldalán. Tehát annyi mindent valóban rá lehet projektálni erre a térre. És az az érdekes, hogy ez a templomtér, ez egyáltalán nem különbözik attól, ahol kint élünk, a munkahelyünkön, az otthonunkban, a lakásunkban, a munkahelyünkön. Ami talán a különbség az az, hogy itt a szabályok és a előírások és a technika és az ülő meditáció hatására a zajszint annyira lecsökken, hogy ilyen röntgenképszerűen átvilágít mindent benned, ami a karmád, ami a személyiséged, amik a megszokásaid, ráadásul mindezt ugye többekkel együtt kell csinálni, tehát nem egyedül vagy a remetei magányodban valahol távol, hanem óhatatlanul interakcióba lépsz más emberekkel, és tényleg ott látod magad előtt, mint ahogy a radiológus megnézi a leleteket, hogy hát igen, itt egy turpisság, ott egy turpisság, jaj, a tüdő egy kicsit ilyen, jaj, a vese amolyan, és a gondolkodásod teremtő mi voltára láthatsz rá. Szoktunk a hagyományban arról beszélni, hogy a gondolkodás mi módon jelenik meg, és van az elménknek 5 fontos működésmódja, amely szinte mindig ugye, ezeken keresztül jelenik meg a gondolkodásunk. Akarunk dolgokat folyton, létrehozunk dolgokat, fenntartunk dolgokat, fenntartunk fogalmakat, gondolatokat, aztán ezekhez ragaszkodunk is, és akkor mindennek a tetejébe ilyen kis finom desszertként még folyton ellenőrizgetünk is. Igazándiból, hogyha ezt az 5 működésmódot látod, akkor azzal a teljes ítéletalkotó gondolkodásodat, amely benne tart a szamszárikus körforgásban, megláthatod. Tehát például idejövünk, maradjunk csak ennél a példánál, zen gyakorolni, és mondjuk jobban akarunk lenni, vagy meg akarunk világosodni, vagy jobb házastársak szeretnénk lenni, vagy jobb munkaerő, és még sok mindent mondhatnánk. Ezek nem rosszak és nem jók, de ugye ott van, hogy én akarom. Én ezt akarom, én azt akarom. És hogyha már akarunk valamit, és gondolkodunk róla, annak eleve megvan az a természete, hogy kettősségekre alapszik, mint ahogy a gondolkodásunk. Én és nem te akarom ezt és azt, ami általában valami olyan, ami nekem kedvez, és azt meg nem akarom, ami nem kedvez. És amit akarunk, előbb-utóbb létre is hozzuk. Például létrehozzuk azt, hogy a jól levés,
Létrehozzuk azt, hogy a segítő. Létrehozzuk azt, hogy a megvilágosodás. És akkor igazándiból, ha ezeket létrehoztuk, akkor gyakorlatilag olyan ez, mintha betennénk magunk elé egy répát. Tudjátok, van ez a kép, amikor mondjuk van egy szamár, vagy egy valahol távol-keleten van ilyen nagy kutyákkal is csinálják ezt, hogy a kutyákkal húzatják a terheket, és akkor egy ilyen nagy húscapatot belógatnak elé, és az megy, megy, megy. Ugye van ez a zen mondás, hogy szalad a kutya a csont után, ezt szoktuk mondani, vagy szalad a hús után, és akkor mész, csak ugye eleve távolodik az, ami után mész. Tehát a gondolkodással csak egy baj van, hogy egy csomó illuzorikus dolgot megteremt. Ugyanilyen illúzió, alapillúzió, ha belegondoltok, hogy múlt, meg jelen. Ezek valójában nem léteznek. Sőt, a jövő sem létezik. Ugye, adjatok egy percet a múltból, vagy adjatok nekem egy percet a jövőből. De még a jelen is, ahogy kimondod, ugye, hogy jelen, már elmúlt, amennyiben gondolkodsz róla. Tehát ez mind rárak egy olyan réteget a valóságra, ami nincs. Valójában nincs. Úgyhogy ez a baj azzal, hogyha létrehozol dolgokat az akarat mentén, ilyen fogalmi dolgokat, mert futsz a jól lét vagy a megvilágosodás után, és sosem éred el, és egy idő után frusztrálódsz. Utána, ha meg már ugye létrehoztad ezeket a dolgokat, még a további kettőt is általában elkövetjük, hiszen fenntartjuk ezt, amit elképzelünk, de az identitást is fenntartjuk, hogy én mondjuk gyógyszerész vagyok, vagy zentanító vagyok, vagy jó ember vagyok, vagy rossz ember vagyok. Narcisztikus vagyok, vagy nem vagyok narcisztikus. Nagyon sok mindent gondolhatunk magunkról, és fönntartjuk ezt, és ragaszkodunk is hozzá, ez a következő. És ez megint szenvedést okoz, mert mondjuk képzeljétek el, hogyha én ragaszkodnék ehhez, amit most csinálok, és mondjuk zentanítóként elmennék a henteshez, bocsánat, a zöldségeshez, és akkor oda mennék, hogy hát jó napot kívánok, és még... A csend kevés, a szó sok. Nem mondom, hogy nagyon kilógnék Budapesten mondjuk ezzel, de azért valószínűleg megkapnám, amit érdemlek. Tehát ugye ott nem lenne jó, hogyha ragaszkodnék például ehhez a koncepcióhoz, és nagyon sok mindennel így van, hogy létrehozzuk őket, fönntartjuk és ragaszkodunk. Alapjába véve nincsen ezzel probléma, csak előbb-utóbb belefutunk valami szenvedésbe, ami... Én egy ideje gyakorlom, és nagyon sok minden szembe jött, és el tudtam engedni. Ami viszont ilyen kicsit ragadósabb, az a szégyen és a bűntudat. Ezek úgy maradtak az utóbbi időben. Hova velük? Mit tehet az ember ilyenkor? Nagyon kedvenceim a szégyen és a bűntudat. Olyan finom. Igazi jó érzés bennük úgy fetrengeni. Nagyon-nagyon jó. Egyébként én rátapintottál a lényegre, hogy ragadós. Általában megvan az a, szinte mindent tekintve, az a tulajdonságunk, hogy az ilyen negatív dolgokat, amit negatívnak érzékelünk, azt még erősebbnek érezzük. Egyszer valaki csinált egy ilyen fölmérést, hogy egységnyi jóból és egységnyi rosszból, ne kérdezz, hogy hogyan mérték le pontosan, hogy mi az egységnyi jó és egységnyi rossz. Az egységnyi rosszat, az ugyanolyan rosszat drasztikusabbnak érezzük. Meg evolúciós oka is lehetnek, hogy van, ami fenyegeti az életünket, attól jobban menekülünk. Ugyanígy, hogyha mondjuk beszélsz valakiről, mondjuk egy ismerősödről, hogy a Béla, ha Béláról azt mondjuk, hogy jó, hát a Béla egy olyan rendes ember, mindig adományoz mindenkinek, segít mindenkinek. Hát az ilyen, jó. De azt mondod, hogy ez a Béla milyen fondorlatosan csalja meg a feleségét, hallottátok? És minden mellé még az alapítványi pénzeket is ellopja, akkor mindenki egyből ott van, hú, de érdekes. Ugyanígy vagyunk ezekkel a belső állapotokkal, hogy hát jó, bele lehet abba is ragadni, hogy hú, de nagyon menő vagyok, meg jó vagyok, de sokkal ragadósabbak ezek a jaj, szégyellem magam, meg bűntudatom van. És igazándiból intellektuálisan is
első körben érdemes azt belátni, hogy önmagában az, hogy te szégyenkezel és bűntudatod van, azzal igazából csak magadnak ártasz. Tehát a zen gyakorlat alapja az, hogy akkor jutsz el a megszabaduláshoz, hogyha le tudod választani, meg tudod szüntetni az azonosulásodat. Az azonosulást a karmáddal. Legyen az pozitív, vagy negatív. Ezért gyakoroljuk azt, hogy minél inkább légy jelen, és lásd a tiszta tükör előtt mindazt, ami ott van. Hogy tedd olyanná a tudatodat, amire ez a tükör hasonlat van, hogy tényleg, ha bemész a fürdőszobába, akkor bemész a tükör elé, akkor ott vagy, de ha kimész a tükör elől, akkor nagy valószínűség szerint nem maradsz ott. És ez a tapasztalat nyilván nem két perc gyakorlás, vagy akár csak néhány év gyakorlás után is, hogy meg lehet azt tenni, hogy ilyen legyen az ember tudata, hiszen mindezzel nem vagy azonos, ami ott van előtte, csak először kis dolgokkal, ezekkel a nagy mumusokkal nehezebb. De érdemes azon elindulni azon az úton, hogy először is beleérzel abba a szégyenbe, abba a bűntudatba, ami van, akár testérzetek szintjén, és megengeded, hogy legyen. Ez lehet az első lépés. Hát ellökjük magunktól, de az ellökés is azonosulás, csak a negatív irányú azonosulás. Ott van benne, hogy nem akarom. Az ugyanaz, mintha akarnád. Tehát először is megengeded, ott vagy, ülsz biztonságba, semmi bajod nem lehet, senki nem fog látni, igazándiból az érzések azok sem jók, sem rosszak, olyanok, amilyenek, és megengeded, hogy akkor most igen, ez itt van, én ezt érzem most, ez a realitás. Hát abban nem engedjük meg ezt a fajta realitást, nem kellemes, de meg lehet. És akkor ahogy ezt megengeded, akkor mivel szabad, hogy legyen a bűntudat meg a szégyen, egyre inkább látni fogod. És akkor jöhet többedik lépésben az, hogy már tudod az egészet látni. Látod azt, hogy hogyan alakult ki az, amit mondjuk tettél, ami miatt szégyenkezel, mit okozott, és el tudod dönteni például, hogy ez még esetleg javítható-e. Ha javítható a hiba, amiért szégyenkezel, azt érdemes megtenni mások felé. Ha nem, akkor viszont az a jó kimenetel, hogyha tanulsz a hibádból. Tehát, hogyha azt mondod, hogy igen, hát sajnos ez itt van, ezt megcsináltam, de tovább lépek, és többet nem követem el. Mindannyiunk hibáz, mindannyiunk követel hibákat. Tehát nem tudsz olyan embert mutatni, aki dobhatná a követ, hogyha most a bibliai hasonlatot mondjuk, ami egy remek zen történet, majd olvassátok el, amikor a házasságtörő asszony van ott. Mindannyiunk elköveti a hibát, az nem mindegy, hogy utána mit csinálunk. Utána javítjuk-e, és tanulunk-e belőle, vagy sem. Úgyhogy megengedni, aztán meglátni, aztán szépen lassan leválasztódni róla, amihez még kell a türelem. Nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá. Egyszer csak majd lazul. Lazul ennek a szorítása. Nagyon szívesen. Más egyéb kérdés? A bevezetőhöz kapcsolódva, hogy mondtad, hogy van, aki akár börtönnek látta ezt, nekem ez kifejezetten a nyugalom szigete, és én itt nagyon jól éreztem magam az egész nap folyamán, és én alapvetően is szeretem a csendet, és pont ebből fakad a kérdésem, hogy ezt a fajta jelenlétet, ezt hogyan tudnám hosszú távon beépíteni akár a munkahelyemre, akár a nyüzsgő hétköznapokba, akár amikor a gyerek hangoskodik otthon, nekem az szokta a kizökkenést hozni, amikor nagyon nagy nyüzsgés van, akár egy konfrontáció a kollégákkal, hogy ebben hogyan tudnék előre lépni. Nagyon jó a kérdés. És valóban rámutattál a meditációs szemlélődő gyakorlatoknak több szintjére. Az első szinten, amikor elkezdjük, és itt most tényleg ezt nem jó vagy rosszként mondom, mindegyikünk így kezdi el, hogy jó az, hogyha béke van körülöttünk. És ezért jó az, hogy amikor elkezded ezt, akkor ha lehet, akkor minél többször eljössz közösségbe gyakorolni, vagy egy nyugodt helyre gyakorolni. Ez mind segít. Segít
megízlelni, megtapasztalni a dolgot. Igazándiból, úgy, mint a biciklizésnél is, ezt a fajta szemlélődő hozzáállást is el kell sajátítani. Egy idő után, mint hogy a biciklizés is, fog menni. Egyre jobban fog magadtól menni. Először még lehet, hogy elesel párszor, aztán lehet, hogy kell valaki, aki ilyen karóval fogja hátulról a biciklit, hogy ne essél el. Teljesen jó ez az állapot is. Ez az, amikor még kívülről jó a nyugalom. De aztán igazándiból a valódi elmélyüléshez, szemlélődéshez nem kell a külső nyugalom. Tehát amikor még csak békés körülmények között tudsz meditálni, akkor még nem mélyült el eléggé a gyakorlat. Amikor már a külső zaj mellett is neked megvan a belső csönded, a belső szilárd pontod, az az igazi. Az az igazán jó. Ez több év gyakorlat legalább. És amikor ez megvan, akkor végül is már mindegy, hogy hol leszel. Hogy a sír-e a gyerek, vagy a munkatársad leordítja a fejedet. Nem lesz tökéletes akkor sem, de egyre inkább fog menni. Azért ehhez kell az, hogy napi szinten be legyen víve a gyakorlat az életedbe. Tehát érdemes kinézni egy olyan pillanatot, egy olyan időszakot a napban, amikor rendszeresen le tudsz ülni, meditálni. Ez lehet reggel, hogy mondjuk fölkelsz előbb fél órával, 40 perccel, 50 perccel, de mármilyen más időszak is lehet, amikor neked könnyen belefér. Azért jó a rendszeresség, mert ráneveled a szervezetedet arra, hogy most meditálunk. Nagyon érdekes ennek a hatása. Én amikor elkezdtem, akkor pesti, esti gyakorlatok voltak, és mindig elkezdődtek így 19 óra, vagy 19 óra 30 éppen, és aztán jöttem elvonulni. Egész nap szenvedtem, például délután nagyon szenvedtem a meditációval, és aztán jött az esti meditáció, úgy beültem, mint a, most nem akartam, majdnem mondtam, hogy mint a Buddha szobor, de hát hogy tényleg úgy, mert egyszerűen megszokta az ember szervezete, hogy hát na, akkor most meditációs idő van, és minden kis segítség jó. Tehát először mondjuk én egy 30 perccel kezdeném, aztán lehet föltornászni 40-re, 50-re, és ha már mondjuk 50 percre fölviszed, az már nagyon jó. Tehát egy világi kinti életet élve napi 50 perc szemlélődő meditációval már egészen jól el lehet lenni. Ez körülbelül olyan, mint amikor bedugod a telefonodat a töltőre, és föltölti magát, és akkor megint másnap tudod használni telefonálásra, egyébre. Ez gyakorlatilag szükséges, hogy tényleg lásd a belső működésed. Mert ha nem csinálod, akkor egyre vesztesz energiát, egyre inkább újra rácuppansz a gondolkodásodra, és egyre inkább reagálni fogsz a gyereksírásra, a munkatársakra, a családodra, és akkor az a baj, hogy következmény leszel. Tehát nem viszel újat a helyzetbe, hanem mindig jön az ordítás, és legfeljebb visszaordítasz. Vagy azt mondod, hülye, te is hülye vagy. Ugye ez a reakció. És akkor vagyunk abban, amit mindannyiunk tapasztalhat veszekedéseknél, hogy amikor elindul egy veszekedés, akkor nagyon hamar eljön ez a pont, párkapcsolatba, bárhol, hogy egyszerűen körbe-körbe forog, és már sehova nem tart. Már csak az egymás leminősítése, a csúnya szavak és egyebek vannak, és az nem megoldás, leginkább rossz irányba menő megoldás. Hanem az mindig a kulcsa a dolgoknak, hogy tudsz egy kreatív választ adni. Reaktív vagy kreatív vagy. És akkor tudsz kreatív lenni, ha nem hallgatsz mindig arra, amit gondolsz, vagy érzel. Úgyhogy napi szintű gyakorlat. Meg lehet spékelni azzal, amit itt tanítottunk, hogy leborulás vagy éneklés. Ha például mondjuk fáradtabb vagy nehéz érzelmi helyzetben vagy, akkor egy testileg dinamikus gyakorlat az tud hozzátenni, hogy jobban lenyugodjál. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Engem mostanában az érdekel nagyon, hogy mennyire fontos a jelenségek értelmezése, megértése, és mikor fontosabb az, hogy csak tapasztalni a jelenséget, és csak lenni benne.
a fejlődés szempontjából, amikor így nagyon beborulnak dolgok, és akarnék tanulni a helyzetből, de nem tudom, hogy mivel segítek magamon, meg a másikon azzal, hogyha elkezdem értelmezni, vagy utólag is akár, vagy ha csak vagyok benne. Mondasz egy példát? Na, pont a millió példa van. Hát keresek egyet. Talán, hogyha mondjuk reagál a partnerem valahogy, nagyon felnagyít egy helyzetet, én gondolok erről valamit, hogy ő ezt most miért így reagálta le, de én se tudom, hogy mi váltotta ki benne ezt a reakciót. Persze nyilván az első az, hogy magamat okolom, hogy vajon mit csináltam én rosszul, de aztán rájövök, hogy talán semmit. akkor nem arra gondolsz, amikor úgy reagál, hogy menjünk drágám étterembe. Nem, negatív, túlzó reakcióra gondolok, hogy nagyon szeretnék neki segíteni, de nem tudom, hogy mivel segítek jobban. És én nagyon elemző elmével rendelkezik, és nem szeretek megérteni dolgokat. Csak a te gondolataid és tapasztalataid arról, hogy megértés, elemzés, tudás kvázi, és vagy jelenlét. Hát a megértés, elemzés az mondjuk fizikában vagy matematikában sokat segíthet. Sajnos vagy szerencsére az ember egy paradox lény, úgyhogy ott kevésbé. De általában azt szeretnénk, hogy egyértelműek legyenek az emberek, vagy egyértelmű legyen a társunk, de nem az. Tehát de mi se vagyunk azok, és ez folyton változik. Valamikor ilyen, kicsit, valamikor olyan, és ez teljesen természetes. Tehát nincsen olyan párkapcsolat, ahol ilyen, mindenki ilyen szent, és akkor ilyen, jó, drágám, igen, jó, gyakoroltál te is, gyakorol, de nagyon jó. Akkor már legyünk jelen együtt. Tehát olyan borzasztó is lenne talán egy bizonyos szempontból. De ezt tudom mondani, hogy a reakciótól érdemes tartózkodni, amennyire lehet. Tehát, hogy ne cuppanj rá a karmáddal. Mert az a baj, hogy az összes mintázatunk, amit elsajátítottunk a felnövekedésünk során, szülőktől, nagyon kemény, a tanároktól, társadalmi környezet, kortárscsoport, ez mind-mind valamilyen reakció sorozatot bele nevel belénk, és akkor, amikor van egy helyzet, pláne minél stresszesebb, annál elemibb, annál mintázatosabb reakciót adsz. Tehát úgy nagyon kevésszer van az, hogy van egy párkapcsolati konfliktus, és akkor ilyen hideg elemző módon azt tudod mondani, hogy most álljunk meg egy pillanatra, ülj le szépen ide a díványra, vajon anyukád is így válaszolt 5 éves korodban, vagy nem tudjuk ezt nagyon megtenni. Ugye ez sokszor a párterápiáknak is a nehézsége, hogy igen, mondjuk a párterapeuta megmondja, hogy akkor beszélgessetek, kommunikáljatok, kvázi úgy, mint a párterapeutánál, csak az a probléma, hogy ott, akiknek kommunikálnia kéne, mind a kettő érintett a helyzetbe. Tehát egyik őtök sem egy harmadik félként ott ülő nagyszerű guru, aki megmondja, hogy hogy legyen, hanem benne vagytok a helyzetben. Úgyhogy amikor ilyen van, vissza kell térni a légzéshez. Tehát ezért jó, ha van egy bejáratod, gyakorlatod. Legyen az a légzés, legyen az a nagy kérdés, legyen egy mantra, az is nagyon jó ilyen helyzetekre. És akkor ott van, mondja a dolgot, és akkor te veszel egy mély levegőt, és nem reagálsz egyből, és megpróbálod az egész embert látni, hogy ott mi van. És akkor valahogy úgy hozzáfordulni, hogy mégiscsak meglegyen az a kapcsolódás. Ne legyen belőle az összesúrlódó, összeütköző autó, hanem valami őszinteség megnyilvánuljon. Akár az, hogy ő kifejezhesse, hogy ő most miért érzi magát rosszul. Általában ezt ilyen kevésbé jó módon szoktuk csinálni, és azt mondjuk, hogy fölidegesítettél! És akkor ezzel lenne nehéz mit mondani, amikor mutatom másikra az ujjamat. Akkor könnyebb már, ha azt mondom, hogy hát most idegesnek érzem magam, ezért és ezért, mert ez és ez nem esett jól, és akkor már is több lehetőség van ugye a kapcsolódásra, hogy kapcsolódsz a másik rossz érzéséhez, hogy most rossz van, és akkor segítesz neki. A másik pedig az, ami a zennek egy alaphozzáállása, az a miben segíthetek. Nem feltétlenül kell ezt a kérdést így unblock mindig föltenni, mert abból is akkor egy ilyen ismételgetés lesz, meg egy ilyen álszent kedvesség,
De hogy ha ott van az a másik, akivel én szeretett kapcsolatba élek, akkor is, ha éppen most ideges, hogyan fordulhatnék oda hozzá? És akkor hagyni őt megnyilvánulni, mert lehet, hogy teljesen meglepő lesz, amit mond. Ha minél inkább meg tudod teremteni azt a szerető figyelmet konfliktus helyzetben, és amiben a másik maga maradhat, és elkezdhet beszélni magáról, annál jobb lesz. Minél inkább lezársz, meg minél inkább elgondolod, hogy mi van, annál könnyebb félre menni. Úgyhogy saját tapasztalatról kérdeztél, én nagyjából ezt látom. Nincsen recept rá, de azt hiszem, hogy senkinek nincsen olyan kifejezett receptje. Ez van, hogy minél kevésbé mintából reagálni, és minél szeretetteljesebb jelenlétet teremteni a másik számára, meg magad számára is. Ott egy kérdés. A zen gyakorlása a testi egészségünkre milyen formában hat? Tehát ha már megtörtént mondjuk egy betegség, akkor a meditáció, esetleg a mantrázás, vagy éneklés, vagy a leborulás az, ami esetleg segít, valahogyan el tudjuk ezt dönteni, hogy mondjuk esetleg abból a betegségből kijöjjünk. Tehát mi az, amiben ilyen téren segítségünkre lehet a zen gyakorlás? Nagyon jó a kérdés. Sokan kerülnek úgy a zen útjára, hogy valamiféle betegséggel küzdenek. Alapvetően a zen nem gyógyító technika. Tehát nem az a célunk, mert ez megint, ahogy a bevezetőben is beszéltem róla, ha te meg akarsz gyógyulni, akkor megint akarsz valamit, létrehozod, hogy így a gyógyulás, úgy a gyógyulás, és benne maradsz abban a rendszerben, ami az egészet létrehozta. A személyiségünk, vagy bármi. Tehát bonyolult a betegségeknek is az eredete. Nyilván van, ami lelki eredetű, valami kevert, valami nem lelki eredetű, igazándiból nem tudjuk. Amiben viszont segíthet a zen, az az, hogy tisztulsz, jobban jelen vagy, jobban rálátsz a saját mechanizmusaidra, akár azokra a tudati szokásokra, amik létrehozták a betegséget, és akkor azáltal, hogy te belül szabadabbá válsz, mert a traumáid, a gondolataid, a sok belső, mondjuk kaotikus állapot nem köti le már annyira a figyelmedet, ez mind energiát visz el. Beszéltünk itt a szégyenről, bűntudatról, haragról, ez mind viszi az energiánkat. Meg az aggódás a jövőn, meg a múlton, meg hogy így történt, ez mind viszi az energiát, és gyakorlatilag 84 ezer felé daraboljuk szét magunkat, és akkor van ez, hogy vagy, jó, minden rendben. Tehát, hogy ebből, ha vissza tudsz jönni, akkor fogod belül érezni, hogy egyre több energiád van, mert egyre szabadabb a tudatod, egyre több mindent tudsz megtenni, és ennek lehet egy gyümölcse, egy következménye az, hogy testileg is jobban leszel. Hogy ennek milyen a mértéke, ezt nem nagyon lehet előre megmondani. Ez a tőled függ, a testettől, a karmától és sok minden egyébtől. Az viszont biztos, hogy preventíve is, tehát megelőző módon is nagyon jó, illetőleg mindenféle gyógyító technikát, legyen az hagyományos orvoslás, vagy egyéb, remekül kiegészít, mert sokszor az van, maradjunk csak mondjuk egy gyógyszeres kezelésnél, vagy egy műtétnél, hogy megoldanak ott valamit, de aztán, mivel belül a tudati hozzáállás egyáltalán nem változott, és most ne gondoljatok nagyon ezoterikus példára, dohányzik valaki, tüdőrákos lesz, mondjuk valamilyen szerencsés módon sikerül esetleg rendbehozni, hogy ne halljon meg, vagy csak később, de továbbra is dohányzik, mert tudatilag semmi nem változott belül, és akkor ebben nagyon tud segíteni egy ilyen befelé fordulós, önmegismerős, önvaló tapasztalós gyakorlat, mert akkor jó esetben nem hozod létre újra a dolgokat. Úgyhogy indirekt módon nagyon jó. Ha meg valami akut probléma van, akkor azzal mennék el a megfelelő orvoshoz, és gyakorolni mellé nagyon sokat.
Szívesen. Azt tapasztalom, hogy eléggé általános, hogy az emberek szeretnek ítélkezni mások felett, véleményt mondani, ha kell, ha nem másokról. Ez egy jó kérdés. Már most jó kérdés. Igazából bennem is voltak, vannak ilyen hajlamok, de szeretnék ez ellen tudatosan tenni, és ezen dolgozni, hogy ne legyek ilyen. Viszont óhatatlanul előállnak az életben olyan helyzetek, amikor mégiscsak megköveteli az a helyzet, legyen az akár egy munkahelyi helyzet, vagy egy magánéletbeli helyzet, amikor igenis szükség van arra, hogy valamiféle minősítést mondjunk valakiről, tehát rá vagyunk kényszerítve, hogy véleményezzünk valamit. És néha azt érzem, hogy nem biztos, hogy pontosan érzem a határt a kettő között. Tehát az ítélkezés és az objektív vélemény között. Néha úgy érzem, hogy valahol szűk a mezsgye, mert mindenki a maga szempontjából látja a másik embert, és nem tud igazán objektív lenni. Ebben szeretnék esetleg tanácsot kérni a jövőt illetően. Hát az első lépés, mint mindenhol az, hogy minél nagyobb tudati tisztaságot kell elérni. Ez sok gyakorlás. Mert van ez a zen alaptétel, hogyha egyetlen tudat tiszta, az egész világ tiszta. Ha egyetlen tudat nem tiszta, az egész világ nem tiszta. És a tiszta alatt értsd azt, hogy konkrétan a valóság, konkrétan úgy, ahogy az van. Mert bármit óhatatlanul hallunk Pista bácsiról, Mari néniről, Jolán bácsiról, hogy hú, a Jolán bácsi, akkor különösen beindul ugye a ítéletalkotó tudatosság, tehát lesz valami véleményünk, és ez természetes, tehát a buddhizmus ezt ugye meg is nevezi, az a tudatról szóló tanok, hogy külön elkülöníti, hogy van egy olyan tudatosság rész, ugye, ami az ítéletalkotó, ami a címkéző. Az elme létrehozza a fogalmakat, és rögtön megcímkézett, hogy jó, rossz, helyes, helytelen, így, úgy, amúgy. És ténylegesen az a helyzet, hogy belső állapottól függ, ugyanúgy, amiről beszéltünk, hogy van akinek börtön a dharmaterem, van akinek egy megnyugtató, keleti, remek hely, ugyanúgy bárkire ránézel, nagyon fog tőled függeni, hogy most őt minek látod. És nagyon sokszor lehet úgy utólag ráébredni, hogy igen, lehet, hogy ő most úgymond nem helyesen cselekedett, de igazából tőlem is függött az nagyon-nagyon erősen, hogy én őt elítéltem annyira ilyennek, olyannak, meg megmondtam a háta mögött, hogy ilyen csúnya, meg amolyan csúnya. Tehát igazándiból amire szükség van, a helyes megkülönböztetés. És például ezt a Koan interjún is, hogyha jössz, akkor ott az egyik célunk ez, hogy a helyes megkülönböztetést megtanuljuk ítéletmentesen. Tehát, hogy tudjuk, hogy a zenbot az zenbot, az óra, a padló, padló. Ha ezeket mondom, ez a helyes megkülönböztetés, ebben még igazándiból ítéletalkotás nincs, mert a botról nem tudom leolvasni, hogy mennyi az óra, hány óra van éppen. A órával ugyan tudok mondjuk ütni, de nem biztos, hogy szerencsés, mert széttöröm. Ugyanígy, nyilván bonyolultabb, de az emberi kapcsolatokban is lehet ezt alkalmazni. Azt mondanám a tudati tisztaság mellé szempontként, hogy mindig legyen abban, amit te cselekszel, vagy amit másról mondasz, legyen benne a tudati teredben a másik ember is. Mert nagyon sokszor az van, hogy magunkra záródunk, énközpontúak vagyunk, és ebből a várból, ebből az erődítményből lőjük a többieket. Lehet ez akár a magasztos eszmék szempontjából, hogy én mondjuk spirituálisan már nagyon magasrendű vagyok, és akkor lövöm a többieket, akik még nem is mondjuk mennek a kocsmába. Ez is egy ítéletalkotás. Nagy egészében látva az, hogy mindig az ember legyen az első, aki ott van, és akkor nézd meg, hogy ő neki most mi szolgálja a javát. Így értem, hogy legyen benne az ember. Hogy ha csak vagdalkozol rá, az nem biztos, hogy szolgálja őt. Minél inkább megpróbálod látni az ő helyzetét, annál inkább
látatot, hogy mit kell tenni. Mondok egy példát, sokat vizsgáztatok az egyetemen, és ez nekem nagyon sokáig egy dilemma volt, hogy mi van a buktatással. Mert óhatatlanul szembe jön. És volt, amikor azt csináltam, hogy nem nagyon buktattam. Akkor is, hogyha ott volt a nem túl jó képességű, vagy nem túl jól fölkészült hallgató, akkor, mert még az, hogy jó képességű, az relatív, de hogy nem készül. És akkor jó. És nagyon-nagyon megjártam vele, hogy mondjuk átengedtem egy vizsgán valakit, aki nem készül, és utána a következő fél évben végig küzdhettem azzal, hogy igazából egyetlen órán se tudott semmit csinálni, mert lusta volt, most mondjuk ki így a dolgot. És igazándiból egy ilyen helyzetben, ha mondjuk te ott vagy tanárként, akkor igazándiból neki is az az érdeke, hogy egyszer kap egy okés okozat tanítást, hogy most igen, ezt kellett volna megtanulni, nem tanultad meg. Ez sajnos, ez nem elég. És ettől még nem sem kell sem megalázni, nem kell kiforgatni, nem kell személyessé tenni, de nagyon konkrétan rámutatni, hogy most itt ez lett volna a feladat, ez nem készült el, úgyhogy ez így nem lesz jó. És nagyon érdekes, hogy ugye ilyenkor sok minden reakciót kap az ember, például gyakori az, hogy mondjuk elkezd sírni valaki, és akkor elmondja, hogy hát most ha én megbuktatom, akkor ő nem tudja befizetni a tandíjat, vagy még egyszer be kell fizetnie, orvosi egyetem, nagyon nagy a tandíj, és nem fogja tudni befizetni, és akkor ő most nem lesz, ettől nem lesz orvos, és akkor így megpróbálja átlőcsölni a felelősséget, hogy valójában én teszem tönkre az ő életét. Csak ugye ott van mögötte az, hogy egy orvosi egyetem, most aki orvos lesz, az nem játék. Tehát nem játék, hogy amikor ott műteni kell mondjuk, akkor hát ezt most nem tanultam meg sajnos, vagy ezt nem tudom megcsinálni. Tehát, hogy ilyenkor igen, nagyon rossz azt mondani, hogy nagyon sajnálom, ez most ennyi volt, jövőre lehet újra próbálkozni, ha esetleg éppen ez van. Nagyon nehéz megtenni, de itt megint az, hogyha belenézel a helyzetbe, hogy most ő neki mi a jó, hogy egy rossz orvos lesz, aki mindig éppen valahogy átsusszan, vagy esetleg ebből tanul, és hogyha ő tényleg orvos akar lenni, akkor úgyis orvos lesz. És akkor viszont egy nagyon jó orvos lesz, ha nem, akkor meg nem. Tehát nagy egészében nézni a történetet, és belerakni a másik embert. És nem személyesen, nem megalázva, de nem mindig az a jó megoldás, hogy simogatunk és kedvesek vagyunk. De az, ha te belerakod a karmádat, és minősítgetsz, az, amit érdemes kerülni. De hát mindennek az alapja az, hogy legyen egy olyan tiszta jelenléted, egy centered, amiből ezt meg tudod tenni. Nem mindig könnyű. Említettem nektek, hogy közel 20 évig gyerekközösségben voltam, és tőlük tanultam meg a következőt. Uh-huh. Egyrészt nagyon sok ilyen tanmesét olvasgattunk egymásnak, másrészt saját személyes tapasztalatom volt, amit én tudtam az életbe alkalmazni. Ezt pedig így nevezem, hogy meg. Ezek igekötők, csak így tudtam megegyezni. Tehát legtöbben nem jutunk el odáig, hogy az illetőt, akit címkézünk, próbáljuk megismerni. Tehát nagyon hamar a kollégára rámondjuk a munkahelyen, hogy ez van, az van, nem az van, de hogy oda menjek hozzá, közutálatnak örven, bocsánat, és megismerem, nem jutok el. Ha megismerem, akkor egyszer csak oltatlanul megértem az illetőt. Családi háttere, mit tudom én, betegség otthon, és így tehát semmit nem tudunk róla. Ha meg már megértettem, akkor már elfogadom őt, és az elfogadásban nagyon könnyen a megszeretés. És ezt azért merem nektek elmesélni, mert ugye én nagyon-nagyon nem szeretek olyan közegben lenni, ahol nem tudok szeretni. Nem is az, hogy én nem vagyok szeretve, hanem hogy tehát valakit nem szeretek, ez legyen egy osztályközösség, kollegális közösség, és azt teszem észre, hogy azok a kollégák, akik mondom, sokan utálkoznak, és háta mögött mindent rosszat mondanak, ha én oda menjek hozzá, körül szeretgetem egy picit, tehát bocsánat, ezt kezdem megismerni, akkor egész egyszerűen vakarni nem tudom magamról őket. Tehát, hogy egy olyan jellegű kollegiális légkör alakul ki, ahol érezni lehet azt, hogy ez kicsit több, mint általában. Ezt szerettem volna itt elmondani, mert
Alapvetően tényleg nagyon könnyen címkézünk, én is, de nem, szeretnék nem megállni itt. És ez egy kicsit ilyen gyakorlatilag dolog, hogy megismerem, beszélgetésre elhívom, leülök vele kajálni, stb. Köszönöm szépen. Igen, ez nagyon jó, amit mondtál, és ez igazándiból a... Ha megnézzük a meditációs gyakorlatot, akkor nagyon jó alapja ennek, amit mondtál. Ugyanis beszéltünk délelőtt is, hogy az észlelést gyakoroljuk. A figyelést, a hallgatást, az, hogy ne pörögjönek a gondolataink, hanem legyünk a jelen pillanatban. Igazándiból egy kapcsolat akkor fog működni, ha én jelen vagyok a másiknak. Amit mondtál is, hogy oda megyek, belenézek a szemébe, és beszélgetünk egyet, vagy meghallgatom. És igazándiból erre vágyik mindenki. Még a leggonoszabbnak tűnő, úgymond lélek is, igaz, valahol mélyen az elfogadásra, meghallgatásra vágyik, és attól rosszabb nem nagyon van sok, mint amikor akár egy szeretett kapcsolatba, családba, egyszerűen az van, hogy már nem hallgatjuk meg egymást, csak elmegyünk egymás mellett, igen, így van, úgy van, szörnyű. Tehát meg lehet tanulni ezt a figyelő, odafigyelő, másikkal egyé váló tudati működést nagyon-nagyon jól a meditációs gyakorlatból, hogy ne csak gondolkodjunk. Tehát ez nagyon jó, amit mondtál, és igazából ez egy nagyon szép, úgymond kimeneti előny egy jól végzett szemlélődő meditációs gyakorlatból, hogy ott tudok lenni a másik ember számára, hogy meg tudom hallgatni. És nagyon érdekes, ez az egyik ilyen híres pszichológus, aki sok ilyen kapcsolati krízissel foglalkozott, meg traumás emberekkel, írta le valahol, hogy egyszer volt egy páciense, és azt mondta neki többedik ülés után, hogy doktor úr, én nagyon azért szeretek önhöz járni, mert én úgy érzem, hogy ön hogy szeret engem. Csak hogy mondta, hogy elnézést kérek, én nem szeretem magát, én csak szakmailag meghallgatom. De hogy leírta utána ez a pszichológus, hogy hát ha már csak ez a mélyen traumatizált emberről volt szó, akire soha senki nem figyelt, se a szülei, se senki, egyszerűen az, hogy ő meghallgatta, belenézett a szemébe, ezt ő szeretetként élte meg. Tehát, hogy nagyon egyszerű dolgok hiányoznak sokszor, szeretünk a szeretetről papolni, a legjobb ezt csinálni. A szeretet is olyan, mint a humor, hogy ha beszélünk róla, akkor megöltük, ha csináljuk, akkor működik. Úgyhogy köszönöm szépen ezt a hozzászólást. Meditációval ezt nagyon szépen meg lehet alapozni. Más egyéb kérdés. A zen milyen választ ad a jelenlegi háborús helyzetre? Miért? Tehát, hogy bennem azóta ez van, hogy ez hogy történhet. Miért van ez? Illetve, hogy én mit tehetek azon túl, amit persze így fizikailag, meg adományokban segít az ember, azon túl mit tehetek. Én azt találtam ki, hogy én föl szoktam ajánlani meditációmat így. Nem is a békéért, csak azokért az emberekért, akik most szenvednek. Lehet, hogy balgasság. De nekem ez a nagy miért, ez ott villog azóta, és tudom, hogy most így hogy jól éreztük magunkat, talán nem illik ilyet kérdezni, de lehet, hogy többekben motoszkál ez. Mindent illik kérdezni. A kérdésed első részére válaszolva a zen nem mond semmit, mert a zen nem személy. És a zen hagyomány pedig azt tanítja, de nem csak ezt a kérdést illetőleg, hanem minden nagy kérdést illetőleg, hogy nem adunk válaszokat, a választ majd te adod meg. Amit ad a zen hagyomány, útmutatást, kereteket ahhoz, hogy hogyan tudsz legkönnyebben eljutni a saját intuitív válaszodig. Ugyanis hosszú távon én mondhatok neked bármit, de bárki más is, az nem a te válaszod lesz. Ezt most nagy általánosságban mondom, de a zen a nagy kérdésekkel foglalkozik, honnan jövünk, amikor megszületünk, hová megyünk, amikor meghalunk, ki vagyok én, mi ez az egész. Ezek
valójában nem megválaszolható kérdés. Tudom, hogy sok mindenki rengetegszer megválaszolja ezeket. Valójában mélyre nézünk, nem tudjuk, hogy miért van. Nem tudjuk, hogy miért van ez. Úgyhogy ilyen szempontból sem nem politizál a zen, sem nem mond ezt vagy azt. Megnézzük, őszintén szólva egy ilyen helyzet kibogozhatatlan. Valójában tele vagyunk véleményekkel, azt látjuk, hogy emberek halnak meg, és nagyon sok szenvedés van, és nagyon sok szenvedést általában az okozza, hogy az ember bizonyos dolgokat nagyon szeretne, bizonyos dolgokat nem szeretne, mindannyiunk így van ezzel, csak amikor bizonyos pozíciókba jutsz, akkor ott jobban meg tudod ezt valósítani. És akkor lesz egy küldetés, tudod, hogy én ezt tudom, és akkor ezt és ezt kell megcsinálni, és amikor ebből elmélet lesz, meg elképzelés lesz, és gondolat lesz, akkor elveszted az emberek látását. Tehát mindig akkor van a baj, amikor én bárkire azt mondom, hogy mindegy, feláldozható, nem ember, nekem van igazam. Amikor eljutunk ide, nagyon könnyen el tudunk ide jutni, mindenki. Tehát ez, hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy műsorokban is, hogy mondjuk a nácizmus vagy a sztálin rendszer, hogy ez a maga volt a sátán, aki ezt csinálta. Emberek voltak. Sajnos ez egy ilyen kellemetlenebb igazság. Mindannyiunk képes arra, hogy dehumanizálja a másikat, és akkor rámondja, hogy rossz, egy patkány, egy kígyó, és akkor már is kiirtható. Ez az, amikor csak itt vagyunk, és követjük az ítéletalkotást. Kicsiben, nagyban. Kicsiben is háborozunk, nagyban is háborozunk, úgyhogy sajnos az emberi természet az ide visz. Amit tudsz tenni, nyilván az a te dolgod, hogy konkrétan te tudsz segíteni valamit. Egyébként pedig én azt látom, hogy ha kisközösségekben az ember más utat követ, és nem ad helyt ezeknek a dolgoknak saját magába, hosszú távon abból lehet valami, hogy te a saját mikrokörnyezetedbe a háborút nem hozod létre. Ez a hosszú távú dolog, és az életedbe annyira engeded be ezt az egészet, hogy tájékozódsz, hogy tudod, hogy mi van, de egyébként pedig tisztán jelen vagy. És az teljesen oké, hogy felajánlasz gyakorlatot, vagy mantra gyakorlatot végzel. Kvanszen bószál éneklés minden ilyen nehéz helyzetben nagyon jó. Amit ma csináltunk is, a Kvanszen bószál legfontosabb mantra és legfontosabb bódhiszatva a Mahajánában. Mahajánáról egyébként érdemes azt tudni, hogy ez egy módszer, hogy tudati minőségeket megszemélyesít. Bódhiszatvák általában ilyenek, az együttérző tudati minőség, a cselekvő odafordulás, őt jelképezi Kvanszen bószál, és ez, ugye, hogy beszéltünk is dél előtt, az éneklés előtt, hogy Kvanszeum, halld meg a világ hangját. Ez az odafordulás, ez a meghallgatás, ez a jelenlét az alapja annak, hogy ne öljük egymást. Úgyhogy ha ezt a mantrát énekled, akkor saját magadban ezt a minőséget meg tudod jeleníteni. És tudom, hogy ez ilyen sovány vigasz, amikor az ember el van szomorodva, és fél, és szorong, mert szorongunk tőle. Nagyon sok mindenre nincsen ráhatásunk, arra van ráhatásunk, ami bennünk van. Az viszont jó, hogyha inkább az együttérzés, és kevésbé a félelem, mert az is inkább azt a másik oldalt erősíti. Köszönöm. Szívesen. Na, még egy-két kérdés. Mai napja a legnagyobb kihívás a számomra, hogy egy helyes döntés meghozni, és hogy mi alapján hoz az ember egyáltalán döntéseket. Vagy hogy miért ellensége a szívnek az ész, és pont fordítva. Tehát a múltból nem tudok táplálkozni, mert az már nem állja meg a realitás talaját, hogy akkor mi alapján hoztam a döntéseimet, de hogy a jelen pillanatban hogyan tudom egyáltalán megfejteni ezt, hogy
hogy miért meccsezik a felső szint az alsóval, és hogy hol vagyok én a kettő között? Nagyon jó. Ez mind te vagy, de a nagyjából, amiben napközben élünk, ugye ez a racionális tudatosság, ez általában próbál ilyen nagyon korrekt lenni, és ilyen jó kislány vagy jó kisfiú a tanult minták alapján, és akkor az úgy olyan szeretné olyan egyértelműen művelni a dolgokat. Itt van az a konfliktus, erről már beszéltünk egy kicsit korábban, hogy igazából az agyunk, az értelmünk azt szeretné, hogyha a minden egyértelmű lenne. Így van, és kész. És akkor az mondjuk kicsit uncsi lenne, de ezt szeretnénk belül, és az érzelmeink meg nem racionálisak. Azok viszont nem egyértelműek, és ráadásul nem is igazán állnak ilyen racionális szabályozhatóság alatt. Tehát, hogy most én látok valakit, és az első érzelmem egy ellenszenv, én kitalálhatom előtte, hogy én szeretnék egy ilyen bodhiszattva lenni, és akkor én soha nem gondolok senkiről rosszat, és ez lehet is egy ilyen félrecsúszás, ilyen spirituális utakon, hogy beleessünk egy ilyen cukormázba, hogy milyen cukorgombócok vagyunk, és mindenkit szeretünk, jaj, de jó, keblemre ölelem a világ, jaj, de jó, hogy beszóltál nekem, köszönöm a tanítást, ez nagyon jó, és belül meg azt érzed, hogy jó, megrugdosti, kilőni a holdra, és egyebek. Tehát, hogy ez abszolút korrekt, hogyha ha ki akarná lőni valakit a holdra, mondjuk, nem muszáj, hogy ilyet gondol, én néha gondolok ilyet, de hogy nekem az volt a tapasztalatom, hogy ha nagyon finomkodunk magunkkal, meg az érzelmeinkkel, az általában nem szül jót. Viszont, ami a jó hír, hogy az érzelmeink nem esnek erkölcsi megítelhetőség alá. Tehát, hogy ha én elgondolom, hogy valakit kilőttem a holdra, és az oda megérkezett, és ott ragadt, ettől még nem vagyok rossz ember. Ha megcsinálom, akkor igen. Tehát akkor az már megítélhető. Tehát ezt az egész komplex rendszert, ha látod, az már jó, és akkor igazándiból a gyakorlat gyümölcse lehet az, hogy van egy harmadik hang is, ha egyáltalán ezt beszámozhatjuk, és ez pedig az intuíció. És az intuíció az ugyan megvalósulhat a gondolatok csatornáján keresztül, vagy az érzelmek csatornáján keresztül, de nem csak az. Tehát az egy ilyen nagyon finom hang. Sokszor olyan az intuíció, mint hogyha nézzük az esti eget, és a hullócsillag ott van, és megláttad-e. Ha nem oda néztél, akkor nem biztos, hogy megláttad. Nagyjából ezt a finomságot érdemes keresni, és sokszor lefolytjuk mind a gondolatokkal, mind az érzelmekkel, úgyhogy nekem hosszú távon az jött be, hogy gyakorlás, 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 és minél inkább el tudod engedni a gondolati megoldási kényszert, meg minél jobban feloldod, megéred az érzelmeidet, annál nagyobb esélye van annak, hogy az intuíció megjelenhessen. Gyakorolhatod ezt például, a zennek van erre egy technikája, a koan interjúzás, ahol bemész, és kapsz ilyen furcsa kérdéseket, hogy mit jelent az, hogy száraz szar a boton, meg ilyen hasonló, mi az óra Buddha természete, és akkor először ilyen kis egyszerűbbek, aztán egyre nagyobb csalétek a gondolkodásod számára, de megélheted ezzel a gyakorlattal, hogy mikor válaszolok intuícióból? Vagy mikor válaszolok csak innen? Vagy mikor válaszolom azt, hogy utálom a koan gyakorlatot, mi ez a hülyeség? És akkor meg ugye jönnek a harag és egyebek. És akkor kiismered magad, hogy ó, most az intuíció volt, ez most nem az volt. Tehát, hogy legyen egy ilyen finom hallásod az intuícióra, hosszú távon ez segít, nem fog mindig 100%-osan működni. Általában, ha intuícióból cselekszünk, meg így igazán ebből a mély belső indítatásból, akkor azt úgy érzed, hogy ez most úgy helyes ez az út. Ez úgy nehezen megfogható, érezhető, hogy most még akkor is, hogyha nehéz az az út, most jó felé megyek.
Ha meg csak gondolatból, csak érzelemből, akkor olyan leszel, mint a szomorú hajós kapitány, aki ott szomorúan ott ül, vagy ott fönn van a taton, és akkor a kormányos meg nagyon boldog. Dagadnak a vitorlák, és suhan a hajó. Kapitány úr, hát miért olyan szomorú? Hát nem látja, hogy suhan? De látom, fiam. Hát dagadnak a vitorlák. Igen, azt is látom. Hát akkor miért olyan szomorú? Azért, mert ellentétes irányba megyünk. Tehát, ugye, lehet nagyon nagy elánnal menni a rossz irányba, de ezt általában érzed. Lehet ennek egy olyan élménye, hogy amit például nekem volt ilyen az elején, hogy akartam valamit nagyon megoldani zen gyakorlat által, klasszikus, és akkor frusztrálódtam, mert nem jött a válasz, nem jött az intuíció. És persze nem tudtam, hogy nagyon akarom, csak hogy adja meg a választ a meditáció. És akkor, amikor egy ilyen klasszikus pillanat volt, söpörgettem egyszer otthon kint, és akkor egyszer csak úgy végre el tudtam engedni ezt az akarást, ami egy tudatalatti akarás volt, de akarás. És akkor észrevettem, hogy hát ott van az a válasz, csak azért nem láttam, mert én azt akartam, hogy az A válasz legyen a jó. De valójában nem az A meg a B volt a jó. Tehát, hogy mennyire tudod elengedni mindezt, amit mondtál, hogy gondolkodás, meg érzelem. Amit kérdeztél, hogy hol vagy te, hát hogyha megválaszolod, hogy ki vagy te, hogy mi ez, és visszatérsz a gondolkodás elé, valahol ott lesz az intuíció is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek erre a mai egynapos zenre, és remélem azt, hogy ez a ízlelgetés és kóstolgatás, ez betalált valahova, ami a gondolatok előtt van, és kívánom azt, hogy ezt a gyakorlatot vigyétek ki, és tegyétek az életetek részévé, amennyiben úgy érzitek helyesnek, és gyertek vissza minél többet, hogy gyakorolhassunk együtt, és közösségben együtt érezve, meghallgatva egymást segíthessük az utunkat, és ezzel segíthessünk magunkon és másokon is. Köszönöm szépen, sziasztok!